Egyelőre nincs lehetőség a szünetelő posták újranyitására, közölte a Magyar Posta hétfőn az MTI-vel. Közleményükben azt írták, a vállalat megvizsgálta az érintett hivatalok további működésének lehetőségeit. Tapasztalataik alapján a jelenleg üzemelő több mint 2200 szolgáltatóhely megfelelően kezeli az ügyfélforgalmat. Ahogy arról korábban híradónk is beszámolt, ősszel országszerte 364 posta zárt be. Miskolcon összesen 9 hivatalt érintett a döntés. Végül hosszas egyeztetések után januárban 2 posta nyithatott újra úgy, hogy az önkormányzat átvállalta a működési költségek felét. Többeket váratlanul ért a hír, és tavaly november 12-én szembesült vele, hogy több száz posta zárt be idéglenesen. Országszerte összesen 364 postára került lakat, Miskolcon 9-et érintett a döntés, köztük például a belvárosban működő 4-es postát is. El vannak képedve az emberek, az látszik, hogy néhány perc alatt már 4-5-en ide léptek és használták volna ezt a hivatalt. Nem szerveztük az embereket, tehát hétfő reggel, ha nem is tömegek, de nagyon sok érdeklődő jelent már meg itt a postán. Mindenkit átirányítottunk jobb hiány a főpostára, az 1-es postára. Ott viszont az a probléma, hogy nem tudom, hogy fogja bírni kapacitásban azt a megnövekedett terhet, ami ennek a postának a bezárásával fogja majd terhelni. A Magyar Posta takarékossági okokra hivatkozva jelentette be az idéglenes bezárást. Akkor azt írták, hogy a 25%-os kormányzati megtakarítás a postára is vonatkozik, ez pedig csak spórolási intézkedésekkel biztosítható. Miskolcon is sokan felháborodtak a döntés miatt. A vidékiek azok munkával jött, itt fizetik be a csekküket. Ja, hát ez így van. Én is ide járok, meg hát a lakosság több része már nyugdíjas. És hát nem, mint a jövő belvárosban megy, vagy itt megtalálja. Mert a környéken már nincsen, csak az a Somba posta. Főként az időseket érintette rosszul a bezárások híre. Most megszűnik a posta, csekkek vannak a terhemen, vagy 4-5 féle csekk, amit be kell fizetnem. Nem is tudom, hogy hova tudjak menni, mert ilyen vén koromra. A bejelentés után miskolci önkormányzati képviselők aláírásgyűjtésbe kezdtek a posták megmentése érdekében. Miskolcon ugyanis egész városrészek maradtak hivatal nélkül, köztük Martinkertváros és Szirma, valamint Miskolc Tapolca is. Az itt élők emiatt jóval messzebb, a belvárosban voltak kénytelenek ügyeiket intézni. Felirat került az Újgyűri főtéren álló posta bejáratára. A bezárások napján a Velünk a Város frakció tagjai fejezték ki felháborodásukat a döntés ellen. Végül januárban hosszas tárgyalások után 2 miskolci postát is újra nyitottak, azzal a feltétellel, hogy a város beszáll a működési költségekbe. A vállalatnak összesen 32 önkormányzattal sikerült megállapodnia, így januárral 45 posta nyitott újra országszerte. Miskolcon ez a szirmai és a miskolctapolcai hivatalt érintette. Ez nagyságrendileg 30 millió forint lesz az idén, amivel meg kell támogatnunk ennek a postának a működését. De természetesen azt gondoljuk, hogy nem tehetünk le arról a feladatunkról, hogy a további posták közül is meg legalább egyet-kettőt vissza tudjunk nyitni. A tavasz közelettével a legtöbben abban bíztak, hogy a bezárt posták hamarosan újra nyitnak. Korábban ugyanis erről szóltak a hírek. Ehelyett azonban a Magyar Posta hétfőn közölte az MTI-vel, nincs lehetőség a többi, jelenleg is szünetelő posta újranyitására. Mint írták, a háború és a szankciók okozta energiaválság miatt a társaság működésének költségei továbbra is jelentősek. A döntésnek a miskolciak sem örülnek. Az Interspárban van posta, és ott legtöbbször nagyon sokan vannak. Hát azért az embernek a kényelmét nagyon rossz irányba befolyásolják. Mondjuk engem nem érint, mert én Diósgyőrben lakom, és a diósgyőri posta az nem zárt be, tehát az nyitva van, meg a Kilián is, de gondolom, hogy nagyon kellemetlen annak, aki olyan helyen lakik, ahol nincs posta. A posta azt is közölte, tapasztalataik alapján a jelenleg működő több mint 2000 szolgáltatóhely megfelelően kezeli az ügyfélforgalmat, és továbbra is túlteljesítik a jogszabályi kötelezettségeiket, azaz 600 hivatallal több áll az ügyfelek rendelkezésére.